Tömeges bukás történt egy amatőr országúti kerékpárversenyen Tótvázsonynál. A 200-ból mintegy 50 résztvevő esett el, 19 embert szállítottak kórházba. Valószínűleg azért sérültek meg ilyen sokan, mert a rajt után még együtt haladt a mezőny 70 km/h sebességgel. A szervezők szerint ez volt az utóbbi 20 év legnagyobb magyarországi kerékpáros versenybalesete. A rajt utáni pillanatok a vasárnap délelőtti első Gellakupán. Itt még minden a terv szerint zajlik, mintegy 200-an ültek kerékpárra. A mezőnyben férfiak és nők is voltak, szinte minden korosztályból indultak. De mindössze csak 3 kilométert tettek meg, nem sokkal az indulás után, ugyanis egy éles kanyarban többen kicsúsztak és egymásnak ütköztek. Ezek a felvételek már órákkal a tömeges bukás után készültek. A helyszínen még mindig látszódtak a fékezés nyomai, vérfoltok és a kerékpárosok széttört szemüvegei az út mentén. Kisebb zúzódásokkal és véraláfutásokkal sikerült megúsznom. Magam sem tudom, hogy egyébként. Az indulók között volt Szilasi László is, aki egyébként a Tour de Hongrie versenyigazgatója is. Volt. Az M1-nek arról beszélt, horrorfilmbe illő jelenetek zajlottak. A férfi szerint az aszfalttal nem volt probléma, és semmi más sem befolyásolta a mezőnyt. Vélhetően az egyik versenyző okozta a balesetet. Nem jött szembe autó, nem volt kátyú, nem futott át macska, tehát semmi ilyesmi nem történt. Hogy pontosan miért esett el az első ember, ezt én magam sem tudom, de amint ő elesett, elindult a dominóelv. És az a probléma, hogy ilyen nagy sebességnél hiába látjuk magunk előtt a bukást, én magam is láttam meg, már láttam, hogy hova fogok átesni. Tótvázsony és Balatonszüllős között ez az a 8%-os lejtő, ahol a baleset történt. A résztvevők nagyjából 70 km/h haladtak, amikor megtörtént a baj, több tucatnyian estek el. Feltételezések szerint az egyik kerékpáros vagy defektet kapott, vagy pedig az útpatkára hajtott fel. Ennek következtében elesett, az őt követő kerékpározók pedig gyakorlatilag átestek rajta. 19 embert szállítottak kórházba, köztük 17 férfit és 2 nőt. Több mentő és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Összesen 19 embert láttak el a mentők, 2 mentőhelikopter és 9 mentőautó szállította őket kórházba. Ajka, Veszprém, illetve Székesfehérvár kórházaiba kerültek a sérültek. Voltak közöttük törésgyanús, agyrázkódásgyanús esetek is. A súlyosságot a kórházi vizsgálatok fogják megállapítani. Úgy tudjuk, életveszélyes sérülés nem történt, az eset körülményeit vizsgálják. A szervezők szerint ez volt az elmúlt 20 év legnagyobb tömeges kerékpár balesete Magyarországon. És kapcsolunk élőben is Ridavics Pál, az, aki már az Ajkai kórháznál van. Oda vitték ugye a sérültek egy részét. Hányan vannak ott, és nekik milyen sérüléseik vannak? Jó estét kívánok! A mögöttem látható Ajkai Magyar Imre kórházban összesen 6 sérültet ápolnak jelen pillanatban. Az ő sérüléseik fokozatáról, súlyosságáról a kórház főigazgatója annyit közölt kérdésünkre, hogy különböző súlyosságúak ezek a sérülések, de jelen pillanatban hála Istennek életveszélyben egyik sérült sincsen. Komoly volt a bukás és a zúzódástól, amennyire mi tudjuk, és amennyire a helyszínen gyűjtött adatok alapján elmondhatjuk, egészen a törésekig, illetve akár még az agyrázkódásig is terjednek ezek a bizonyos sérülések. Az biztos, hogy a következő éjszakán, illetve akár még a következő napokban is megfigyelés alatt fogják majd tartani azokat a versenyzőket, akiknek súlyosabbnak ítélik a sérüléseit az orvosok. Egy-egy ilyen esés után ezt nagyon jól tudják azok, akik kerékpároznak vagy versenysportot űznek, akár belső vérzések, belső sérülések is kialakulhatnak, de ezért mindenféleképpen indokolt az, hogy ezeket a versenyzőket, akik ebben a bizonyos balesetben nagyot buktak, mindenféleképpen megfigyelésre bent tartsák majd akár a következő napokban is. Ridavics Pálnak Ajkáról köszönjük szépen!